Mosolygós napot mindenkit, Pongoriász Attila vagyok, ez pedig az Imádok Vállalkozni blog egy újabb kiadása. Kézzel körülbelül 2,5 évvel ezelőtt ott voltam Jeff Walker Podaklancs Formula Live 800 fős nagy rendezvényén az arizonai Scottsdale-ben, ahol a színpadon az egyik előadó, úgyhogy Don Crowder, azt kérdezte, hogy tegye fel a kezét az, akinek van blogja. Gondoltam magamban, hogy 2014-ben ki a francnak van blogja? Ezt körbenéztem, és egy csomó ember feltette a kezét. Mondom, hogy én el vagyok maradva valahol. Kérlek szépen, azt mondtam, na most akinek nincs blogja, az jöjjön ki ide elém, és lekeverek neki egy pofont. Ezt a legnagyobb halálos komolysággal mondta el. Úgyhogy elmagyarázta, hogy hölgyeim, uraim, lehet, hogy azt hiszitek, hogy már, mit tudom én, elmúlt 2009-10, amikor a blogok, videóblogok főként nagyok voltak, hanem tessék újra elővenni, és ahhoz, hogy rendszeresen tudj kommunikálni az ügyféllistáddal, az, hogy rendszeresen tud tanítani, megosztani a legjobb híreket, a legjobb újdonságokat, esettanulmányokat, sikerpéldákat, vagy éppen felhívni a figyelmet olyan esetekre, amik nem működtek, abból is mit lehet tanulni, ahhoz a blog a legjobb, és hogy a manapság, most már így 2014-15 környékén sokkal inkább a videó alapú blogok. Az előbb eltévesztettem, mert 2010-ig nekem egy sima írásos blogom volt, a Nincs szükséged fejvadászra blog egyébként, amit főként kisvállalkozóknak tolvózás kivasztási témában írtam, és ezzel még bizony a HVG Golden Blog versenyen bronzérmet, az harmadik helyezést is sikerült elérni. Aztán abba hagytam, mert igazából nekem az írásbeliség nem ment. De amikor az Don Crowder elmondta 2,5 évvel ezelőtt, akkor arra gondoltam, hogy lehet, hogy van benne valami. És megnéztem, hogy azokat az amerikai szakértőket, marketingeseket, tanítóknak, én követek, mindegyiknek van blogja, videoblogja. És eldöntöttük a marketinges csapatommal, és lényegében 2015 áprilisától, tehát 2 évvel ezelőtt elkezdtük az Imádok Vállalkozni blogot, és bizony rendszeresen hetente kommunikálunk sztorikat, eseményeket, felfedezéseket, élményeket, könyvélményeket, olvasmányokat, tanítványoknak a sikereit. Mi különlegesen fontos ebben? Ugye ismered már a mi fívalapú marketing megközelítésünket, koncepciónkat. Ennek az egyik legfontosabb része az, hogy mi az ügyféllistánkkal, a partnereinkkel az első momentumtól kezdve, hogy rólunk hallanak, hosszú-hosszú időn keresztül, ezt úgy hívjuk, hogy az élettartam értéken keresztül, ápoljuk a kapcsolatot, fejlesztjük a kapcsolatot, építjük a bizalmat. És ennek az egyik legfontosabb eszköze az, hogy te rendszeresen kommunikálsz, többek között blogban, videoblogban, vagy akár különféle hírlevelekben. Mi ennek a fontossága? Az, hogy azok a kisvállalkozók fognak igazából sikeresen fejlődni évről évre, akik maguk köré egy közösséget, az a Seth Godin nevével egy törzset hoznak létre. És arra gondoltam, hogy nézd meg, hallgass meg, jegyzetet ki, és tanulj egy pár évvel ezelőtti Business Wacker könyvbeszámolomból, amit Seth Godin törzse könyvének szenteltem. Imádom Seth Godinnek ezt a könyvét, többször elolvastam, sőt, az Elite Coachingos és Tízi Coachingos csapatommal fel is dolgoztuk rendszeresen, hiszen olyan nagyon-nagyon fontos marketing gondolatokat, üzeneteket tartalmaz, hogyan építs magad köré, lényegében egy rajongóból álló közösséget, ez a tribe, azaz a törzs. Szóval ez volt a Business Wacker, ha tetszett, küld tovább, de nézd meg mindenféleképpen, tanulmányozd a könyvbeszámolómat, hamarosan egy hét múlva folytatjuk, addig is arrivederci, ja, és csodálatos húsvéti ünnepeket kívánok, ha a hölgyek szeretik a locsolókat, akkor azért, ha el akarnak menekülni előlük, akkor amazért, uraim, legyen egy fantasztikus, hosszú hétvégénk itt 2017 áprilisában. Tudod-e, hogy most itt 2011 nyár végén mi foglalkoztatja az Apple fanatikusokat a legjobban? Hát ha hiszed, hanem én is azért közéjük tartozom, és ez bizony nem más, mint az iPhone 5, mikor fog megjelenni, hogy fog kinézni, és milyen funkciókkal fog bírni. És mindennek mi az oka? Leginkább azért, mert az Apple termékei körül sikerült kialakítani egy fanatikusokból álló törzset. És többek között az Apple-ről szól, Steve Jobsról, Seth Godin marketing szakírónak a könyve, a törzsek. Számomra az egyik legnagyobb meglepetés pontosan az volt, hogy amit ő leír, ez a kb. 3 évvel ezelőtt megjelent könyvében, mind-mind a mai napon ezt látjuk megélni valóságképpen. Mi lehetett az, hogy Steve Jobs és az Apple képes volt egy több millió emberből álló fanatikusok csapatát létrehozni, akik együtt kommunikálnak, akik azt lesik, hogy a nagy vezér mikor fogja bejelenteni az igazit. Már pedig néhány héten belül meg fogjuk hallani. Tehát ez a könyv, Seth Godin és a törzsek. Nézzük meg, hogy Seth Godin szerint mi az Apple
sikerének a titka? Leginkább az, hogy van egy hihetetlen jó vezetője. Egy olyan vezetője Steve Jobs személyében, aki az egész vízióját, küldetését át tudta ragasztani, át tudta adni annak a több millió embernek, akinek hisz. Természetesen van egy csodálatos termékportfólió, ahogy az kinéz, amiket tud, és mindenki a maga módján az képes racionalizálni, hogy igen, mert ehhez nincs vírus, igen, mert ez állandóan azonnal működik a hazaviszem, és még lehet sorolni egy csomó, de az Apple, mondjuk úgy, akik már beleharaptak az almába, azok valahol egy különleges társaság. Valami összetartja őket. Tehát ahhoz, hogy a törzs jól működjön, Seth Godin szerint, mindenféleképpen szükség legyen egy küldetés, egy víziója. Ez adott. A második, ami ilyen fontos tényező, az az, hogy ezek az emberek tudjanak egymással kommunikálni. A mai modern internet korában blogokon keresztül, Twitteren keresztül, Facebookon keresztül hihetetlen könnyű ezt a kommunikációt megoldani. Aztán szintén nagyon fontos, hogy legyen olyan szakmai tartalom, ami őket összeköti. És bizony a törzs attól válik törzsé, hogy emberek oda be akarnak kerülni. Tehát ha belegondolsz, mi emberek mindig is törzsekbe, családokba, szövetségekbe, és aztán később államokba tövelültünk. És ezeknek a vezetőit hívjuk igazából alfa vezérnek. Alfa vezér az a személy, akit mi elfogadunk és vezetőnek tekintünk. És nem csak Steve Jobs lehet alfa vezető. A maga módján akár Teréz anya is egy vezető volt, mert egy mozgalmat tudott indítani, és emberek tízezrei, százezrei csatlakoztak hozzá, akár a munkájuk, akár pedig az adományaikkal. De ha szétnézel a környezetet, mint is találsz vezetőket. A második kategóriája úgynevezett előalfák. Tehát vannak az alfa vezetők, és vannak az előalfák, akikben már megvan a vágy arra, hogy vezetők legyenek, de még nem teljes mértékben birtokolják az összes karakterisztikáját annak, hogy ők egy igazi jó vezetővé válnak. És a harmadik a béták. A béták a követők. Minnyáján igazából bétából indulunk, és bejárjuk ezt az utat. Senki sem születik vezetőnek, írja Seth Godin. Minnyáján egy döntéssel tudjuk azt eldönteni, hogy akarunk-e vezetők lenni, akarunk-e egy ügyet felkorolni, és akarunk-e embereket irányítani. Na most kérdezheted, hogy neked egy cégvezető vállalkozóként miért hasznos ez a könyv? Számomra a legnagyobb hasznossága következő volt. Egyrészt csak és marketinges szempontból mutatja be. És marketing ugye arról szól, hogy hogyan szerzel érdeklődőket, hogyan fogsz nekik értékesíteni, hogyan fog számokra újra értékesíteni. Nagyon röviden ennyi most a marketing. És azt mondja Seth Godin, és azt tanítja számunkra, hogy azoknak a nagy tömegreklámoknak az ideje lejárt, amelyeket akár sajnos még mai napig a tévében láthatunk, egy jó film közepén megszakítják 4-5-ször. Lejárt az ideje, mert igazából ez egy meddőszórás. Amikor azt tanulod kisvállalati marketingben, hogy találd meg a célpiacodat és neki kommunikálj, ez már egy sokkal erősebb és egy jobb lépés a sikered irányába. De azok a cégek lesznek tartósan sikeresek és fognak növekedni, és ez igaz meggyőződéssel Magyarországon is. Tehát azok a cégek és azok a vezetők, akik ki tudnak egy törzset, egy fanklubot, egy fanatikusokból álló klubot alakítani a cégük, a termékük, vagy pedig az esetben a cégé, vagy a személy küldetése köré. Na és ez az, amit eltanulhatunk tőle. Mert egy csomó olyan ponton tudjuk mi hatékonyabbá tenni a mindennapi életünket, hogy amikor létrehozunk egy ilyen küldetést, amikor létrehozunk egy termékkört, mert a termékkör gondolja az Apple termékeire, az alapvetően egy küldetés, amely sok ember részesedni és csatlakozni akar. Akarja azt birtokolni, de utána beszél róla. Mert a legkevésbé költségesebb, de a legnagyobb hatással felérő marketing technika az úgynevezett szájhagyomány útján terjedő marketing. Na és erről szól, mert a törzs azokat az embereket állítja össze, azokat az embereket fogja össze, akik ugyanazért rajonganak, vonzódnak érte, és beszélnek róla, és szólnak a haverjaiknak. Mert a legjobb meggyőzés, gondold meg az, amikor egy barátod ajánl neked egy terméket, nézd meg egy filmet vagy egy éttermet. Hogy hogyan tudod ezt a saját termékedre, a saját cégedre kialakítani, na ez igazából a kulcs kérdés és tanítópontja ennek a fantasztikus könyvnek. John Fitzgerald Kennedy, a fiatal amerikai elnök egyszer azt mondta, hogy amikor belépek egy publikum elé, akkor tudom azt az ott jelenlévők közül, az 1/5 engem szeret. Mert fehérbőrű vagyok, mert jófésült vagyok, mert nincs bajszom, mert nem hordok szemüveget, mert fehér az ingem, és sötét az öltönyöm. Azt is tudom, hogy az 1/5 ezeknek az embereknek utál engem,
mert fehérbőrű vagyok, mert jól fésült vagyok, mert nem hordok szemüveget, mert fehér színezingem és sötét az öltönyöm. De ott van 3/5 ember, és nekem velük kell foglalkoznom, mert hogy érdemes nekem azok felé kommunikálnom, akik szeretnek engem. Ők már engem szeretnek. Érdemes nekem azokkal foglalkoznom, az az 1/5 ember, aki engem valami napnál fogva utál. Tök fölösleges, mert nem fognak engem megszeretni. Tehát nekem is, neked, mint vállalkozóként az a dolgod, hogy beazonosítsd és megtaláld azt a 3/5 embert, akit át tudsz irányítani az 1/5 irányába, akik szeretnek téged, és minél több embert tud igazából abba a csoportba betenni, abba a törzsbe, akik téged követni fognak. Ugye mi emberek évezredek óta vágyunk arra, hogy tartozunk biztonság miatt, stabilitás miatt, kiszámítóság miatt valamilyen csapatba, törzsbe. Gondolj bele, hogy a foci klubok is például arról szólnak, hogy vannak a Fradi drukkerek, meg az Újpest drukkerek. Alapvetően kibékíthetetlen ellentéttel bírnak egymás ellen, mert valami közös eszme fogja őket össze. És nekünk itt az üzletben és a marketingben az egyik fő dolog, hogy megtaláljuk azt a csapatot, aki tőlünk akar vásárolni, aki a mi híreinkre kíváncsi, és ezt akarja továbbvinni, megosztani a többi emberrel. Mi magunk és a vásárlóink is már belefásultunk abba az őrületes reklám zajba, amely minket nap mint nap ér. Ahhoz, hogy kitűnj ebből, ezért kellnek azok az új marketing technikák, amikor ezt, hogy fel tudod magadra hívni a figyelmet. Ebben a könyvben számtalan tipp van arra, hogy ilyenné tedd magadat. Többek között Seth Godin arról ír, hogy van egy másik könyve, a Lila Tehén Effektus. Mindenképpen egy izgalmas, különleges dolgot tegyél. A legnehezebb dolog kilépni a komfortzónából. A legnagyobb kihívás pontosan az, hogy az eddig járt utat elhagyjuk. Pedig hát láthatós te is, hogy ez nem vezet sehova. Tehát ha a múltbeli gondolatok alapján ugyanazt tesszük, mint a múltban, nem lesz más változás, nem lesz más eredmény. Neked, ha igazán sikert akarsz elérni, ha a vállalkozásodban igazán ki akarsz tűnni, akkor vezetővé kell válnod, és be kell vonzanod különféle kategóriai csoportú embereket. Mert gondold meg, hogy bevonzod az eddig beszélgettünk a vevőidről. De ugyanolyan fontos, legalább ugyanolyan fontos, hogy a munkatársaidra is odafigyelj, az alvállalkozóidra odafigyelj, hogy számukra is stabilitás, biztonságot és egy jövőt, egy hitet tegyél az asztalra, amely felé te menni akarsz, mert akkor fognak csatlakozni te hozzád. Ma már persze mondhatjuk, hogy munkahely biztonsága, meg egyéb blablák, meg nehéz állást keresni vagy találni, de mégis neked olyan emberekre van szükséged, akik téged akarnak követni, akik veled akarnak dolgozni a te céljaid megvalósításán. És neked pontosan azt kell megtalálnod, hogy ezt a hitet, ezt a jövőképet tud megmutatni a vevőidnek és a munkatársaidnak is. Mert így leszel igazán sikeres. Az egyik legfontosabb kritérium, amit egy vezető fel kell, hogy válni, hogy adjon. Ugye az adakozás az az a dolog, amit nem tudjuk, hogy mikor fog számunkra megtérülni, de valahol meg fog térülni. Lehet, hogy nem attól a szemétől, akinek adtuk, de vissza fog térni. Ezt inni kell, nagyon-nagyon hinni kell. Ez az egyik vezető egyik legfontosabb dolga, hogy legyen eléggé nagyvonalú, és tudjon adni, mert a számára hiszi, és tudja, hogy meg fog térülni. És azok a vezetők, akik ma igazán klasszikus sikert érnek el, nem kell, hogy nagy nevek legyenek. Elég, ha te abban a területen, abban az iparágban fogsz tudni kitűnni, ahol te másként teszel dolgokat. Hiszen gondold meg, azt nem tudom, tudod-e, hogy a Big Mac, benne van a könyvben az egyik fő dolog úgy alakult ki, hogy az a McDonald's franchise, ami mindent leszabályoz, hogy hogy kell kinyitni, hogy kell a krumplit sütni, hogy kell takarítani, hogy kell köszönteni a vendéget, vagy a fogyasztót, a vásárolt, aki betér. Ez a franchise mellett egy kaliforniai vállalkozó egyszer csak talált egyet, fittyet hányt lényegében erre az előírásra, eretneként működött, és kitalálta a Big Mac-et. Na most nem telt el pár hónap, és világszerte mindenhol a Big Mac-et kezdtek el árusítani. De gondold meg, hogyha mindenki, aki betartja a szabályokat és bétaként működik, onnantól nem lesz változás, nem lesz fejlődés. És nekünk magyarországi vállalkozóknak pontosan ezt kell megtanulnunk, hogy ne az apáink útját kövessük, vagy ne olyan egy multicég Magyarországon működteti a vállalkozását, hanem merjünk különállni, merjünk kilépni a komfortzónából, merjünk eretnek módon olyan marketinggel, olyan értékesítéssel, olyan trükkökkel, termékekkel előjönni, amely meghökkentik a vevőket. És számukra az érdekességet fogják tudni nyújtani. Számomra ez a könyv, és ezt most már harmadszor olvastam. Ezt elolvastam angolul, azt nem olvastam magyarul, és most, hogy felkészültem erre a rövid videóra, olvastam el újra magyarul.
telejegyzetelte. Ugye tudod ezen alapelvet, hogy legalább 5 hasznos tipp legyen benne. Na most ez a könyv teljesen adódik arra, hogy nem csak 5, de tényleg hát több mint fejezetenként több mint 5-öt is találtam. A legfontosabb az egészben azonban számomra az, amikor ezt olvastam 3 évvel ezelőtt, hogy az, amit én megalapítottam a Pongor Publishing üzleti könyvkiadóval, az az eszköz ahhoz, hogy el tudjak juttatni olyan könyveket, olyan tananyagokat magyar vállalkozóknak, akik keresnek, kutatnak, nem beszélnek angolul, de szeretnének változtatni az eddigi gondolkodásmódjukon. Akarnak változtatni az eddigi módszereken, technikájukon, de nem férnek hozzá. Tehát erről szól a Pongor Publishing. És a másik fő tanulsága ennek a könyvnek számolat alkalmaztam, az pontosan ez, a minden másik héten kedden reggel megjelenő bizniszvekkel. Mert ez a pár perc, amit most velem töltesz, az a néhány gondolat, az inspiráció, amit át tudok neked adni, hogy én nekem hasznos volt, és lásd itt, élőben alkalmazom, és átültetem a gyakorlatba, te is meg tudod találni ebből a könyvből. Összefoglalva, a legeslegfontosabb dolog az, hogy vállald fel azt, ha vezetni akarsz. Vezetni akarsz egy törzset, egy csapatot, új terméket behozni a piacra, megmutatni mindazt, amire te képes vagy. És záró gondolatként hadd olvassak fel egy részt a könyvből, az egyik fő kedvenc részemet. Az, ami a vezetőket megkülönbözteti a menedzserektől. Ugye a menedzser az, aki egy bejáratott procedúra mentén hajtatja végre az emberekkel a feladatokat. A vezető az, aki kitalál valami új dolgot, valami egészen meglepőt. A vezetőnek az egyik fő jellemzés, hogy egy erős hittel rendelkezik. Ő nem tudja még, hogy hogyan fog megvalósulni, és mikor fog megvalósulni, csak hiszi, és tudja az, hogy amit ő megálmodott, az egyszer meg fog valósulni. És ennél a résznél a következő érdekes marketing üzenetet olvassam fel neked. Azt írja Seth Godin. Az emberek nem hiszik el, amit mondunk nekik. Tehát az, amit a reklámodban üzensz, azt nem hiszik el. Az emberek ritkán hiszik el, amit mutatunk nekik. Tehát ha még rajzokat, képeket, vagy akár fizikről teszünk, még abban is kételkednek. Annyiszor átvágták már őket. Azonban az emberek gyakran elhiszik, amit a barátaik mondanak nekik. Az emberek azonban mindig elhiszik azt, amit maguknak mondanak. Tehát azok a belső gondolatok, párbeszédek, amelyek zajlanak majd a te vevőd fejében, neked azokat kell megértened, és azokat kell erősítened. És azért, hogy ezt meg tud tenni, a sikeres vezetők pedig olyan történeteket mondanak el az embereknek, amelyeket elmondhatnak ők saját maguknak. Ezek a történetek a jövőről, a változásról és a lehetőségekről szólnak. Pongor Vilász Attila voltam, és a Business Wreckerben Seth Godin a Törzsek című könyvéből hallottál egy rövid személyes élmény beszámolott. Egyetlen nagy dologra kérlek téged. Ha ezt tetszett és hasznosnak találod, akkor küld tovább üzleti partnereinek, barátaidnak. Hadd jusson el ez az üzenet, ez a lehetőség, hogy itt van magyar nyelven egy fantasztikus marketinges könyv, amely alig 209 oldal. 3 óra alatt ki lehet olvasni, és ez az író 30 évnyi marketing tapasztalatát sűríti össze ebbe a rövid könyvbe. Olvasgazd, húzd alá, és leginkább alkalmazd majd te is ezeket a gondolatokat, hogy valóban én a küldetésemet be tudjam teljesíteni, hogy eljutatom ezeket a fantasztikus gondolatokat a magyar vállalkozókhoz, te pedig tegyél jót a barátaiddal, hogy ők is tanuljanak egy-két ötletet, már azonnal át tudjanak ültetni a gyakorlatodba. Köszönöm, tehát küld tovább, Pongor Vilász Attila.